Üdvözlöm életmódi magazinunk nézőit, először lássuk néhány mondatban, hogy mivel készültünk a mai adásban. Évek óta a motorozás megszállottjai az eszteregnyei Szilágyi Ikrek. A fiúk idén már bajnokságban is indulnak, a versenyeztetés azonban nem olcsó mulatság. Idén is lesz ingyenes melanóma szűrés a Kanizsai Kórházban. A szakemberek minél többeket várnak az alig pár perces vizsgálatra. Nem lesz több ivóvíz probléma a száraz területeken, egy különleges szerkezetnek köszönhetően sikerült vizet kivonni a levegőből. Még csak második osztályosok, de már úgy ülnek a motoron, mint a felnőttek. Az eszteregnyei Szilágyi Ikrek évek óta a kétkerekű járművek megszállottjai. A még általános iskolás fiatalok már most szép eredményeket érnek el a gyorsulási versenyeken, ám hobbiuk nem éppen olcsó. A család most szponzorokat keres, hogy gyermekeik még hatékonyabban fejlődhessenek. Elképesztő tehetséggel motoroznak már most a Szilágyi Ikrek, pedig még csak második osztályba járnak. A fiatalok pár éve Talmácsi Gábor csapatánál kezdték el tanulni a motorozás alapjait, jelenleg pedig a H-Moto Team tagjai. Két éve motorozok, és nagyon tetszik. Mikor először elkezdtem, még nem tetszett annyira, meg nem is ment annyira, de most már nagyon belejöttem. És a H-Motós csapatnál vagyok. Mi elmentünk Spanyolországba egyszer edzeni, ott nagyon jó teljesítményeket hoztam, meg nagyon jól is mentem. A versenyzőket édesapjuk is edzi hetente több alkalommal. A fiatalok ezen a tanulópályán leginkább a technikákat sajátíthatják el. Itt a tesómmal gyakorlom a rajtot, meg hogy a szituációt, mikor előz, meg a kanyarokban a hogy fordítsam a fejemet, meg mennyire dőljek el, mennyire döntsem a motort. Az Ikreknél érezhető a rivalizálás, vélik szüleik, ám a versenyeken elenyésző köztük a különbség, ott ugyanis mindketten jól teljesítenek, csak úgy, mint az edzéseken. Voltunk Spanyolországba edzeni, ott nagyon jó volt az időm is, nagyon sokat tanultam is, és jövő pénteken Szlovákiában lesz a verseny, és remélem bekerülök az első háromba, de szerintem másodikként vagy harmadikként fogok beérni, és ugye nagyon kemény egy edzésnap, mert ha verseny is vagyunk 40 fokba, ki kell bírni, megállás nélkül kell menni versenyen, mert ha időmérő lejössz, akkor utolsó helyről fogsz indulni, és itt nagyon sokat gyakorolunk, hát hetente olyan kétszer-háromszor jövünk ki, és úgy egy-két órát vagyunk itt, és itt nagyon jól lehet gyakorolni a nyolcasozást, meg a bójázást, meg a rajtot. Meg itt lehet gyakorolni a bebökést, hogy az egyik megy a nagyobb íven, másik meg a kisebben. Milánt és Krisztiánt egészen kicsi korukban fertőzte meg a benzingőz, amikor is nem éppen szabályosan, édesapjuk és édesanyjuk közé voltak ültetve a két kerekűn. Utána egy motorkiállításon ültek ilyen kis PV50-es motoron először, amit teljesen lefújtva épp, hogy csak lépésbe tudtak velük menni. És amikor nagyon megtetszett nekik, és utána a Talmácsi ringre vittük el őket egy ilyen gyakorlási szintre, ott megtanították őket nagyon jól motorozni, meg az alapokat teljesen jól összeszedték. És most egy év után a H-Motohoz kerültünk, ahol most már versenyszerűen csinálják a motorozást. Az Ikrek addig jutottak el a motorozásban, hogy idén már bajnokságon is részt vesznek. Ez a PV50 kategória országos és Szlovákiában, Lengyelországban lesz, meg Magyarországon lesznek versenyek, ahol mindenképpen szeretnénk jó eredményeket elérni. Az előzetes felméréseink alapján meg a
a pályatársaknak az idejével kapcsolatban, meg a motorozásukkal kapcsolatban úgy néz ki, hogy a gyerekek egy középkategóriában biztos, hogy jól fognak szerepelni, és azt tudják hozni erőfeszítés nélkül. 6 versenyből fog állni az egész versenyetap, ami úgy néz ki, hogy elméletileg minden hétvégén 2 verseny lesz. Tehát 12 verseny fog lenni 6 hétvégén. És ez júniusban fog kezdődni, és októberben lesz az utolsó versenyünk. A fiúk és szüleik célja is az, hogy minden versenyen leincsék őket, és az első 5-ben bent legyenek. Egy szezonban részt venni viszont nem olcsó. A Szilágyi család ráadásul mindent saját zsebből fedez. A motorokat is saját zsebből vettük, saját zsebből vannak felkészítve a idei versenyszezonra, ami horribilis összegeket kóstál egy-egy motornak a teljes felkészítése, úgyhogy nyugodt szívvel lehessen indulni egy versenyen vele, és úgy gondoljuk, hogy biztos ki is bírja. Ez megkapta teljes olyan felkészítést a motor, amit egy versenyszerelő készített föl, és ami csak annyi tuning, meg annyi van bent, ami megengedett. Szóval teljesen szériáként lehet ezzel a motorral indulni ebbe a kategóriába, és mi úgy is indulunk, hogy mindenféle plusz tuning nélkül, hogy nyugodt szívvel állhassunk a dobogó legfelső fokán. De nem csak a motor, hanem a kiegészítők is nagyon sokba kerülnek. Egy költségvetés nagyjából készítettünk nyilván az idei évükről. Ez úgy indul, hogy a ruha a gyerekeknek darabja 160 ezer forint, a versenysisak, ami nélkül nem indulhatnak, szintén darabja 160 ezer forint, egy pár kesztyű 25 ezer forint, egy pár csizma 60 és 80 ezer forint körül mozog, akkor nem beszélek itt arról, hogy egy aláöltöző, váltóruha, ha sérült a sisakja, már nem mehet vele, ha sérült a ruhája, nem mehet, ha sérült a csizmája, nem mehet, tehát ez bármikor újra cserélendő, benne van a pakliba. A motorjaikat mi használtan vettük, ezek a motorok használtan olyan 250 ezer forint körül vannak, de egy verseny évadra a felkészítésük fejenként szintén ugyanennyibe van, a gumigarnitúráik darabja 30 ezer körül van, tehát egy motorra 60 ezer forint, és egy, attól függ, milyen minőségű a gumi, milyen technikás egy pálya, attól függően van az, hogy hány garnitúra gumit koptatunk el. Mindenképpen szükség van esőgumira is, ami, ha jó időre számítunk, akkor abból 2 garnitúrával el tudunk menni egész évadban. Igazából még ami a felni, ami még egy olyan dolog, hogy törhet eséskor, tehát abból mindenképpen még egy cseregarnitúránk van. Hát arra is szerintem egy 20 ezer forintos árat tudok mondani. Aztán 35 ezer forintos árat tudok mondani, és akkor ami eséskor gyakran előfordul, tehát olyan kopó, pót alkatrészek, hogy fékkar, hogy bovdem, hogy lábtartóvédő gumi, ami minden esésnél sérül először, azokból zacskószám járunk, ugye? Ezeket a kopó alkatrészeket 30 ezer forintra tudom körülbelül betudni. A gyerekek nagyon szeretnének idén jól szerepelni ebbe a bajnokságba. Ahhoz, hogy jól szerepeljenek, mindegyikkel jelen kell, hogy legyünk, mivel a pontszámokat így tudjuk ugye összegyűjteni. Ha ez tényleg jól sikerül, jövőre már a mini-GP kategóriában indulnának, ehhez váltós motorra van szükségük, mivel ezek még nem váltós motorok. Ehhez gyakorlásként kaptak ők már tőlünk családi finanszírozásból egy olyan váltós motor, amelyik még nem kuplungos. Tehát a váltásokat már gyakorolják vele, de ahhoz, hogy a mini-GP kategóriába induljanak, ahhoz szükségük lesz még idén mindenképpen váltós motorokra, hogy fel tudjanak készülni a jövő évre. A Szilágyi család most abban bízik, hogy a közeljövőben találnak majd egy szponzort fiaik versenyeztetéséhez. Számítunk, szeretnénk szponzorok támogatását, amik a későbbi fejlődésükhöz is szerintem elengedhetetlen lenne. Amikor már ők egy magasabb kategóriába kerülnek, és ott már, tehát igazából tettek le eredményeket az asztalra, akkor ott már ez jobban érvényesül, mint most, amik a induló alapkategóriában vannak. A családnak egyébként minden esélye megvan, hogy támogatót találjon, hiszen Krisztián és Milán már most jó eredményeket hoznak. Az igazi visszajelzést azonban a hamarosan induló bajnokságtól várják. Ingyenes melanóma szűrésre várják idén is az embereket a Nagykanizsai kórházba. Az orvosok szeretnék, ha minél többen élnének a vizsgálat lehetőségével május 8-a és 26-a között. Az alig pár perces ellenőrzéssel ugyanis könnyen kiszűrhetőek a melanómás esetek. Tavaly csaknem 700 embert vizsgáltak meg, közülük 7 esetben gyanús bőrelváltozást találtak. A szűrésre a kórház kartonozójában lehet időpontot kérni. A halvány kapisanyja egy jó.
Anyajegyeket vizsgál a szakorvos a Kanizsai Dorottya kórházban. Ezzel a készülékkel tudja megállapítani, hogy történt-e valamilyen elváltozás a bőrön. A megváltozott szerkezetű anyajegy ugyanis melanóma is lehet, ami a legagresszívabb bőrrákok közé tartozik, ráadásul korai halálozáshoz is vezethet. Sokan elfeledkeznek arról, hogy egy ilyen kis pici, kis lencsényi anyajegyből, akár vagy egy növedékből, amit a bőrön észlelnek, abból bele lehet halni. Sajnos az eddigi statisztikák ezt igazolták, bizonyítják, úgyhogy minden olyan esetben, amikor a saját testünket megvizsgáljuk, amit egyébként ajánlott havonta egyszer végignézni, hogy mit is kell figyelnünk, mit kell vizsgálnunk a bőrünkön. Először is fel kell térképeznünk, hogy tényleg vannak-e anyajegyek vagy sem. Ha van anyajegy, akkor mit vizsgálunk rajta? Azt vizsgáljuk, hogy kereke normálisan egy anyajegy, kerek, éleszérű, egyenletesen pigmentált, vagyis barna. Ha bármelyikben történik valami, akár nem kerek, nem éles a széle, és a pigmentáció is össze-vissza, tehát vegyesen van, világos, sötétebb, az már gyanút kell, hogy keltsen valakibe, hogy itt az anyajeggyel valami történik, és az elfajulás veszélye fönnáll. Az anyajegyeket az ABC 5 betűje alapján lehet megvizsgálni. Az aszimmetria az azt jelenti, hogy képzeletben egy tengelyt húznánk, és a négy cikket néznénk, akkor azok nem egyformák lennének. A B betű az angol szónak a rövidítéséből a border vagy határ, tehát hogy éles széle van-e. A C a color, ez ismert szó, latin ugye szint jelent. A D betű a diatermia vagy átmérő. Tehát ne rösteljünk, ha van egy anyajegyünk, ami esetleg már nagyobb macska, hogy mérjük le, és a következő hónapban ismételjük meg, hogy valóban akkora maradt-e az átmérője, vagy sem. A következő betű az az E betű, és itt vége is van, tehát az ABC-nek az öt betűjével lehet jellemezni az anyajegyeket, illetve figyelni, az az evolúció vagy egyéb tünetekként is fordíthatjuk, ami azt jelenti, hogy viszket, kivérzik, esetleg ilyen korfiolszerűvé válik, kivörösödik, vagy teljesen kifehéredik, tehát ezek az elváltozások, amiket itt jellemzően elmondtam, ezek mind gyanút kellene, hogy keltsenek abba, hogy orvoshoz forduljunk késlekedés nélkül, mert minél előbb történik egy gyanús anyajegynek az eltávolítása, az azt jelenti, hogy időben és esetleg következmény nélkül marad. Tehát tévhit, hogyha egy anyajegyet eltávolítanak, akkor abból nagyobb probléma lehet. Ez az eddigi idők folyamán nem igazolódott be, tehát abból probléma nincs, hogyha egy festékes anyajegyet eltávolítanak, azért, mert a szerkezete megváltozott, és gyanú lehet arra, hogy melanómává fajul. Amik 2001-ben országos szinten közel 1300 új melanomás esetet regisztráltak, addig 2005-ben ez a szám ez közel 1900-ra emelkedett. A megbetegedések száma pedig folyamatosan emelkedik. Manapság kétszer annyi esetet regisztrálnak, mint 10 évvel ezelőtt. A kórház vezetése ezért is tartotta fontosnak, hogy csatlakozzon a Melanoma Világnaphoz. Gyakorlatilag egy rendezvény sorozat világszerte, ami felhívja a figyelmet arra, hogy van egyfajta bőrbetegség, a melanoma malignum, ami egészséges emberek életét tudja ideje korán elvenni. Ez a bőrbetegség, ez főleg a fiatal korban jelentkező megbetegedés, és azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi években, évtizedekben jelentős mértékben megnőtt ezen betegség előfordulási gyakorisága. Hogy miért van ez? Nyilván rengeteg környezeti hatás, károsító hatás éri a bőrünket, ami a szervezetünk egyik legnagyobb szerve. De mégis azt gondoljuk, hogy ha ez így van, akkor valamit itt a Nagykanizsai Kórházban tennünk kell ellene. Ez egy olyan kampányt indítunk, amelyet már egyébként tavaly is elvégeztünk, ami arról szól, hogy a Kanizsai Dorottya Kórház ellátási területéhez tartozó lakosok ingyen szűrését végezzük el festékes anyajegyből kiinduló daganat irányában. Ez egy a kórház által biztosított ingyenes szűrővizsgálat, amire az emberek bárki előjegyzés alapján bejelentkezhet, és itt egy ingyenes vizsgálatot végzünk a bőréről, a bőrén lévő anyajegyekről.
Nyilván ez azért van, mert ha esetleg a bőrgyógyászaink által olyan pozitívnak vélt esetet szűrünk ki, ami tovább lépést igényel, akkor megtesszük azokat a lépéseket, hogy a beteg sebészhez kerülhessen, és minél előbb eltávolítsuk azt a oda nem illő bőrelváltozást a bőréről. Hogy miért tartjuk fontosnak csatlakozni ehhez a melanoma világalaphoz, ehhez a rendezvényhez? Egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy orvosokként, egészségügyi dolgozóként fontos szerepünk van abban, hogy milyen az embereknek az egészségi állapota. Másrészt azt is gondolom, és egy kicsit magunk felé beszélek, hogy ha ideje korán kiszűrünk betegségeket, akkor későbbiekben ez jelentős költség megtakarítást jelenthet az egészségügyi ellátórendszernek. És hát ne feledjük, hogy nem csak a melanoma esetében van ez így, hanem minden szűrővizsgálattal így van ez, és hát nyilván ezért is hívjuk fel a figyelmét a betegeinknek arra, hogy járjanak el tüdőszűrésre, vékony, vastagbél, gyomorvizsgálatokra, nőgyógyászati szűrővizsgálatokra, mert ezzel komolyabb betegségeket előzhetünk meg, és ez jelenleg is így van a melanoma szűrésével kapcsolatban. A Kanizsai Kórház tavaly szervezett először ingyenes szűrést, a visszajelzések alapján pedig sikeresen. Tavaly évben intézményben 406 beteget vizsgáltunk meg, és területen ez pedig jelenti azt, hogy kiszálltak bőrgyógyászaink a város különböző munkáltatóihoz, több mint 300 esetet vizsgáltunk meg. A 700 esetből kettő biztosan rossz indulatú melanomás eset volt, és öt olyan esetünk volt, amikor rossz indulatú daganat megelőző állapotot szűrtünk ki. Ez a hét eset, ez azt mutatja nekünk, hogy fontos a szűrővizsgálat. Fontos azért, mert hét embernek mentettük meg az életét, és ezért szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy éljenek az emberek ezzel a lehetőséggel, és ha csak hét embernek mentjük meg az életét idén is, akkor már fantasztikus dolgot tettünk itt a kórházban. Az ingyenes melanoma szűrés május 8-ától a jelentkezők függvényében 26-ig tart, amelyre időpontot a kórház kartonozójában lehet kérni. Megoldódhat a vízhiány a sivatagban, egy új eszköznek köszönhetően ugyanis amerikai tudósok vizet tudtak kinyerni a levegőből. A készülék pedig nem csak laborban, hanem éles körülmények között is kiválóan működik. A Sós Ernő Kutatóközpont munkatársai szerint nagy szükség volt már erre az eszközre. A vízből veszik ki az oxigént. Tetszik érteni? Sokan emlékezhetnek erre a szállóigévé vált mondatra, amelyből az interneten számtalan más vicces alkotás is keletkezett. A kicsit furcsán érthető szavakat ez a svájci sapkás ember, Szalacsi Sándor mondta egy operatőrnek, aki arról faggatta, hogy a szomszédságában épülő objektum mire fog szolgálni. A videó főszereplője szerint az építmény alkalmas lesz arra, hogy oxigént vonjon ki a vízből. A videó készítése óta már csaknem 30 év telt el, de úgy tudjuk, még mindig nem sikerült a vízből kivenni az oxigént. Nem úgy, mint egy amerikai kutatócsoportnak, ezzel a készülékkel ugyanis nem a vízből oxigént, hanem a levegőből sikerült a vizet kivonniuk. Nagyon nagy szükség van rá. A Sós Ernő Kutatóközpont tudományos főmunkatársa üdvözli az új eszközt. Galambos Ildikó szerint nagy lépés ez a tudományban. Korábbi kutatásokkal kapcsolatban ugye történt már ilyen, hogy ilyen kísérletek, hogy a levegőből nedvesebb területen megfogják a vizet, különböző water harvesting, azaz vízszüretelő technológiák vannak, amik működnek is. Ebben a felfedezésben az az újdonság, hogy alacsony nedvességtartalmú levegőből is képesek a vizet kivonni, és viszonylag nagy hatékonysággal. Jelen pillanatban ez a kutatás, ahogy a Science-ben megjelent cikkben olvastam, úgy áll, hogy a laborméretű kísérletek után csináltak egy kis prototípust, amivel képesek, ha jól emlékszem, 1 kg-nyi ilyen anyaggal, mátrixszal kb. 12 óra alatt majdnem 3 liter vizet nyerni. Maga ez a mátrix az úgy néz ki, hogy ilyen kémiai barkácsolásnak is írták, ahol szerves kötés és szerves anyagok és fém meg kötésével jött létre egy olyan porózus szerkezet, ami a belső térben tudja a kis víz molekulákat megkötni, ami aztán ez az anyag egy fém és egy légáteresztő réteg közé van bepréselve, tehát a levegőből el tudja vonni a vizet, áthalad ezen, a nap energiájával működik,
tehát semmilyen elektromos energia nem szükséges hozzá, napenergia hatására ebből kipárolog, és a fémrétegen lecsapódik, és lekondenzál, és így nyeri a tiszta vizet. A levegőből kinyert víz ráadásul nagyon tiszta is, így gyakorlatilag tisztítani sem kell. Általában azt mondják, hogy alapesetben az esővíz is, és a levegőből lecsapódott köd, stb. Víz, ez a legtisztább víz, mivel hogy ennek nagyon kicsi az ásványi anyag tartalma. Ugye nálunk lehet látni, meg lehet olvasni többfelé, hogy a savas esők és különböző légszennyezettségi problémák miatt már nem olyan tiszta az esővíz. Ott, ahol ezt használni fogják a sivatagban, biztos vagyok benne, hogy ez egy nagy tisztaságú víz. A készülék egyébként nem csak a laborban, hanem a természetben is kiválóan működik. Általában a kutatás az úgy történik, hogy megcsinálják először nagyon kis méretben, aztán laborméretben alkalmazzák, ha ez így működik, akkor utána tesztelik mondjuk egy, ahogy ez a berendezés is mondjuk kinéz, egy ilyen kis berendezésként valós körülmények között. A következő lépés az az lesz majd, hogy olyan mennyiségű anyagot állítanak elő, valószínűleg, mert természetesen nem tudom a kutatási irányokat, tehát valószínűleg nagyobb mennyiséget fognak előállítani ebből az anyagból, és nagyobb berendezéseket fognak belőle, vagy ezzel előállítani. Nem tartom valószínűleg, hogy ez ipari méretű víztisztítás lesz, hiszen a feltalálók is arról beszélnek, hogy személyre szabott megoldást kívánnak nyújtani az egyes embereknek, és ennek pont az lenne az előnye, hogy elszigetelt rétegeknek, elszigetelt helyen élőknek is külön-külön meg lenne a saját kis, úgymond vízkezelőjük. A készülék 12 óra alatt 20-30%-os páratartalomban összesen 2,8 liter vizet tud kinyerni a levegőből. Az amerikai tudósok most azon dolgoznak, hogy még hatékonyabb legyen ez az eszköz. Megvannak a folyamatok, és éppen ezen dolgoznak, mint további kutatási irány, hogy jelen pillanatban ennek a szárazanyag tömegének kb. 20%-nyi vizet tud megkötni, és ezt szeretnék följebb vinni 40-50%-ra. Tehát ez az egyik irányvonal, ami felé haladnak. Illetve a másik az, hogy ugye 2,8 liter víz 12 óra alatt kevésnek tűnik. Hogyha azt nézzük, hogy a sivatagban élő embereknek a vízfogyasztása sokkal kisebb, mint ami nálunk történik, mert nálunk nagyon pazarló a vízfelhasználás. Ez a víz, ez nem kevés. Úgyhogy én szerintem ez nagyon jó irányba halad, ez a kutatás. A Sós Ernő Kutatóközpont azonban hasonló eszközfejlesztéssel nem foglalkozik. Itt inkább a víztisztításra fektetnek nagy hangsúlyt. Nagyon sok mindenre gondoltunk a kutatási irányok meghatározásánál. Erre azért nem, mert hogy itt tulajdonképpen először is egy anyagtudományi nanoszerkezet kialakítása történt meg. Erre mi nem vagyunk felszerelkezve. És aztán ennek az alkalmazása történt valamilyen kis félüzemi prototípus formájában. Mi inkább a Magyarországon, illetve Európában tapasztalható problémákra koncentrálunk, és ebben az irányban kutatunk. Két fő kutatási irányunk van egyébként. Az egyik az a termálvizekhez kapcsolódik, ugye Magyarországon rengeteg termálkút, termálvíz található, még a régi olajfúrások melléktermékeképpen tulajdonképpen, és hogy ezeknek a termálvizeknek az utólagos visszaforgatása, tehát nem töltőürítő módban történő kezelése, hanem visszaforgathatóságának a megoldásán dolgozunk. Tehát ez az egyik fő témánk, amiben egy pályázati futópályázatunk van. A másik fő témánk, ez pedig hát annak a kutatása, és ez tényleg kutatás, hogy a felszíni vizeinkben a különböző mikroszennyezők, gyógyszermaradványok milyen mértékben vannak jelen. Ugye nagyon sokat lehet erről a témáról is hallani mostanság, történtek is felmérések, ugye nagyobb tavainknál például Balatonban is történt ilyen felmérés, viszont az egész Európában jellemző vagy kiterjedt kutatás szükséges lenne, tehát elszigetelten történnek jelen pillanatban még ezek a kutatások, és ez alapján igazából még határértékek sincsenek meghatározva, csak irányelvek, ami után megy Magyarország. Tehát ezen a témán dolgozunk, hogy mi van a vízben, hogy lehet meghatározni, milyen pontossággal lehet meghatározni, milyen hatása van az emberi szervezetre, és hát a végén, ami nekünk fontos a vízkezelés szempontjából, hogy hogyan lehet eltávolítani és hol.
Hazánkban egyelőre nem kell ilyen készüléket bevetni, itt ugyanis a legnagyobb kihívás és feladat a vizeknek a tisztítása. Ennyi volt már az Életmódi, új műsorral 2 hét múlva várom Önöket. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!